Augusztus 7. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Úgy érzitek, hogy túl nagy áldozat mindent odaadni Krisztusért? Tegyétek fel magatoknak ezt a kérdést. Mit adott értem Krisztus? Isten fia mindent odaáldozott. Életet, szeretetet vállalta a kimondhatatlan szenvedést, azért, hogy megváltson minket. Megtehetjük-e hát mi ekkora szeretet méltatlan tárgyai, hogy visszatartsuk tőle szívünket? Életünk minden pillanatában kegyelmének áldásaiban részesülünk. Ennél fogva nem tudjuk teljesen felfogni, hogy a tudatlanságnak és az elesettségnek milyen mélységéből mentett ki bennünket. Feltekinthetünk-e rá, akit bűneink szegeztek át, úgy, hogy elutasítjuk szeretetét és áldozatát? Zúgolódhatunk-e amiatt, a dicsőség urának végtelen megalázkodását látva, hogy csak küzdelem és önmegtagadás árán juthatunk el az örök életre? Miért kell vezekelnem és megalázkodnom, mielőtt bizonyosságot szerezhetnék arról, hogy Isten elfogadott? Kérdezi sok büszke szív. Nézzetek Krisztusra! Ő bűntelen volt, és ami ennél is több, a menny fejedelme volt. Mégis bűnné lett érettünk, a mi megmentésünk érdekében. A bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Vajon mit áldozunk fel, még ha mindent odaadunk is? Bűnnel beszennyezett szívünket, hogy azt Krisztus megtisztítsa, megmossa a tulajdon vérével, és hallatlan szeretete által megmentse. És íme, emberek mégis nehéznek találják azt, hogy mindent feladjanak. Szégyellem, amikor ilyen beszédet hallok, szégyellek írni erről.